Kivételes helyzetben van a mostani olimpiával kapcsolatban a bajai sportélet, hiszen ezúttal kettő versenyzőnkért is szoríthatunk. Hosszú Katinka szereplése nem számít meglepetésnek, mellette még Faldum Gábor triatlonozó is átverekedte magát a nem éppen rövid és egyszerű kvalifikációs időszakon. Természetesen mindenki Katkától várja a nagy dobást, az érmes helyezéseket. Márton László, a bajai labdarúgók korábbi elnöke is nagy reményekkel tekint a futamok elé. Hatalmas magyar sikereket, benne a két bajait, a Hosszú Katinkát és a Faldum Gábort. A Gábortól minél jobb helyezést, a Katinkától legalább egy aranyérmet, de szorítok neki, hogy az három legyen. Mindenféleképpen a bajaiakra figyelünk a legjobban, hiszen azért több érdekeltségünk is van. Nyilvánvaló, hogy a Hosszú Katinkától várjuk elsősorban az aranyat. Tehát a Faldum Gábor is itt szerepel a triatlonosok között, ez egy nagyon nagy dolog, tisztes helytállást tőle. És azért azt a bajai vonatkozásra szabad elfejteni, a Hangyási László, mint edző, a paksi edző, az is bajai, és köztudottan büszkén vallja azt, hogy bajai, és hát három embere van kint most az olimpián. A magyar szurkolókat az elmúlt évtizedekben elkényeztették a sportolóink, hiszen az ország méretéhez és lakosságához viszonyítva szinte mindig erőn felül teljesített a magyar olimpiai csapat. Ugye legtöbben ahhoz hasonlítják, hogy a Helsinkiben mennyi aranyérmet szereztünk, ugye akkor volt a legtöbb aranyérmet, a legtöbb érmet akkor szerezte a magyar olimpikonok, de én úgy gondolom, hogy nem az a fontos, hogy hány darab érmet fogunk szerezni, hanem az, hogy mindenki tisztességesen a saját teljesítményéhez képest a legjobbat tudja nyújtani, és nyilván ezek alapján fognak majd az arany, az ezüst és a bronzérmek, vagy akár az olimpiai helyezések, ami nagyon nagy dolog. Természetesen hajlamosak vagyunk mindig az első helybe mérni a sikereket. Én azért nem ilyen vagyok. Minden küzdelemért, minden győzelemért azt gondolom, hogy óriási dicséret jár. Természetesen bennem is van az, hogy igen, várok eredményeket, én ezt nem is számszerűsíteném. Andrássy Barna hozzátette, természetesen a Cselgáncsot kiemelt figyelemmel követi majd, és a magyar csapatból számára Tóth Krisztián számít a meglepetés embernek. A bajai szurkolókat még a sokszor hajnali kezdési időpont sem riasztja vissza. Bírjuk, hozzá vagyunk edződve, amúgy is későn fekvőek vagyunk, tehát éjfél előtt nem nagyon szoktunk lefeküdni. Tehát inkább most alszunk előtte, fölkelünk és végignézzük majd a számunknak megfelelő, vagy számunkra megfelelő sporteseményeket. A bajaiak számára rögtön az első nap aranybetűkkel kerülhet be a történelemkönyvbe, hiszen magyar idő szerint vasárnap hajnali 3 óra 49 perckor rendezik a 400 méteres vegyesúszás döntőjét. A mondatot mi most nem fejezzük be, rábízzuk ezt Hosszú Katinkára. Még húszak!